Számtalan műalkotást megihlettek már a toszkán tájak a történelem során, sok művész szeretett bele a párába burkolózó, vagy épp napsütötte szőlőtőke sorokba, finom, tájba illeszkedő, eltéveszthetetlen stílusú épületekbe. A városi képtár most egy olyan kiállításnak ad otthont, amely egy fotóművész házaspár szemén és fényképezőgépén keresztül mutatja be a vidéket, vagyis az etruszkok földjét. A válogatást egy hét munkáiból állították össze, a Gerecse Fotóklub tagjai még az ősszel járták be a vidéket, és örökítették meg a számukra legkedvesebb pillanatokat. Én azt hiszem, hogy a képekből sugárzik az a fajta szépség, amit a táj sugárzott magából, a táj kínált magából. Azok a lágy, nőies dombhajlatok, azok a szép vonulatok, szinte emberi alakzatokat idéző személyes hangú tájat találtunk. Annak ellenére, hogy ősz volt, amikor a színek ugye nem tobzódnak, tehát azért ez mégsem a pipacsok meg a sárga gabonamezőknek az időszaka, hanem inkább a barna és a immár a színtelen felé hajló, bár az ősz szép színeit is magában hordó sárga és zöld egyvelegét kaptuk. Tehát ha nincs is színkavalkád, de a tájnak az a megigéző szépsége, ami miatt a világ minden részéről Toszkánába vándorolnak, vagy éppen zarándokolnak az emberek, hát ez vonzott minket is ide. A harmadik születésnapját a közelmúltban ünneplő galéria történetében ez a hetedik fotókiállítás. Még a falakon kívül beköszöntött a nyár, a képek hangulata egy más évszak érzésébe röpíti a nézőt. Egy igen szép anyag jött össze, és szerintem most a délutáni fényekben ez különösen örvendetes látni, hogy tavasszal látunk egy gyönyörű őszi tájsorozatot. Aki már járt ezeken a toszkán vidékeken, az etruszkok földjén, az újra visszavágyódjon, tehát egy nosztalgia kupacot kapjon újra a lelkére, és aki még nem járt, annak meg hangulatot hozzon, hogy eljusson erre a tájra, és maga is szembesüljön ennek a szépségeivel. Mindegyiknél vannak úgynevezett vedutaképek, tehát látképek, és ott is azt lehet észrevenni, hogy a Hilda képeinél nagyon kis finom épületek, meg egy-két ilyen apróságok gyakrabban szerepelnek, hogy az Istváné meg arra figyel inkább, hogy tudja ezt összerakni egy jó erős feszes kompozícióba. A házaspár kiállítása még egy hónapig látható a Gutai Galériában.